irgalmazz nekünk. Isten, a te nagy irgalmasságod szerint kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Könyörögjünk még szentséges egyetemes főpásztorunk Ferenc római pápánkért, Isten szerető Fülöp metropolitánkért és Atanász püspökünkért, lelki atyáinkért, s Krisztusban minden atyánk fiáért. Könyörögjünk még az itt jelenlevős tőled nagy és bőkegyelmeket váró népért, a mi jó tevőinkért, s minden igaz hitű keresztényért. Irgalmas és ember szerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Teljesítsük reggeli könyörgésünket az Úrhoz. Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Hogy ezen egész napot tökéletesen, szentő békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. Békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk közőjét, kérjük az Úrtól. Amen. Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését, kérjük az Úrtól. Amen. Jókat és hasznosakat lelkünknek, s a világnak békességet, kérjünk az Úrtól. Amen.
életünknek hátra levő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Életünket keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélő szék előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást, egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Az irgalom, könyörület és ember szeretet Istene vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is mindenkor s örökköd örökké. Békesség mindnyájatoknak! Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak! Mert téged illet, hogy könyörülj rajtunk, és üdvözíts minket, Istenünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is mindenkor is örökkön örökké. Bölcsesség! Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked! Dicsőség és Szent Léleknek, most is, mindenkor és örökköd örökké, amen! Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Krisztus, igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának, kinek dicsőséges születését ma fényesen ünnepeljük, és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk, s üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig most és mindenkor és örökkön, örökké.
Áldott az Atya, a Fiú és a Szentlélek országa, most és mindörökké. Amen. Békességben könyörögünk az Úrhoz. Házainak jólétért, mindnyájunk egyesítéséért, könyörögjünk az Úrhoz. A szent hajlékért, mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Metropolitánkért és Atanász püspökünkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért. Könyörögjünk az Úrhoz! Ezen községért, minden városért, községért, vidékért és az azokban lakó hívekért. Könyörögjünk az Úrhoz! Mérsékletért, a föld terményeinek bőségért, békességes időkért, könyörögjünk az Úrhoz. Hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, sezek szabadulásáért, könyörögjünk az Úrhoz. Aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Utalmaz, ments meg, könyörülj és őriz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. A legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő is mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást, egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya, Fiú, Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Yeah.
igaz hívők, jöttek imádjunk Jézus, és szaroljunk előtted, üdvözíts minden Isten fia, Isten helyben csodálatos van, énekelünk néken.
Gyermezzünk! Abban az időben Jézus betért egy faluba, egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki Jézus lábához ülve hallgatta a szavát. Márta pedig sürgött, forgott a sok házi dologban, egyszer csak megállt és így szólt: Uram, nem törődsz-e vele, hogy húgom egyedül hagy engem szolgálni, szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt neki: Márta, Márta, sok mindenre van gondod és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a legjobb részt választotta, amely nem is vétetik el tőle. Történt, hogy miközben ezeket mondta, egy asszony a tömegből felkiáltott: Boldog a mély, amely hordozott, és az emlő, amelyet szoptál. Ő pedig ezt mondta: Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Főtisztelendő Esperes úr, főtisztelendő atyák, lelkipásztor, testvérek, kedves ünneplő testvérek! Jakab előevangéliuma és egyházunk hagyománya szerint az idős Joákim és Anna hosszú idő után kapta ajándékul a gyermekáldást. Rendkívüli isteni közbeavatkozásnak értette a két szülő, és később az egyházi hagyomány ezt az eseményt, amelyet templomunkban ma ünneplünk. Joákim, aki szégyenkezve vallotta be, hogy egyedül neki nem támasztott magvat az Úr Izraelben, 40 napon és 40 éjen át böjtölt és imádkozott. És vele egyidejűleg felesége is már-már kétségbe esetten imádkozott, fohászkodott az Úrhoz, míg aztán természetes házas életből megszületett az Istenszülő Szűz Mária házasságuk gyümölcse. Egészen más történt az Istenszülő Szűz Mária életében, egy másfél-két évtizeddel később, amikor Józseffel, az ő jegyesével indultak az összeírásra, a népszámlálásra Betlehem felé. Mária szűzen foganta, és szűzen szülte meg egyszülöttjét, Istennek egyszülött fiát, ami megváltónkat, az Úr Jézus Krisztust. Ha az iménti előbbi esemény rendkívüli isteni közbeavatkozásnak, csodának számított, akkor bizony József és Mária csodáknak csodáját, az Isten egyszülött fiának csodálatos születését ünnepelhette meg. És úgy gondolom, ezen a mai ünnepnapunkon nyugodtan ide kapcsolhatjuk Esperes atyának és kedves családjának élettörténetét is, ahol József és Mária Istenben bízva indult 50 évvel ezelőtt a papcsalád, a papi élet zarándok útjára,
és úgy érzik, úgy tudják, hogy csodákért adhatnak hálát. Ugyan azzal a Zsoltár verssel, amelyet Jézus Krisztus születésének karácsonyi ünnepén éneklünk mindannyian, hálát adok neked, Uram, teljes szívemből elbeszélem minden csodádat. Ezért jöttünk itt össze. Esperes atya nem kért tőlem boldoggá avatást, ő is tudja, mindannyian tudjuk, hogy a görög bölcs megállapítása szerint nem mondja embert boldognak addig, amíg él. Az élet lezárultával kezdik a szentélyavatási kongregációban is a pereket és a boldoggá avatásokat. Hálát adni hívott össze bennünket. József atya, hálát adni és vallomást tenni Isten szeretetéről és a bennünket körülvevő emberek szeretetéről. Ennek a hálaadásnak az oka és forrása ősi keresztény tapasztalatunk szerint az az érzés, hogy Isten elhalmozta az ő emberét javaival, csodáival, és Isten embere keresi módját, hogy miképpen is viszonozhatja ezt a számtalan, hosszantartó ajándékozást. Mit adjak vissza az Úrnak mindazért, amit nekem adott, sóhajt föl az ember, és keresi módját, hogy egyre tökéletesebbé váljon. 50 évvel ezelőtt, ezen a napon, József atya ifjú papi lelkesedéssel a 39. Zsoltár versét, a zsidókhoz írt levélben is megismételt szentírási mondatot választott a mottóul: íme jövök, Uram, hogy teljesítsem akaratodat. Igen, Isten embere hálájának ez a legalapvetőbb, legelső kifejezési formája. Maradéktalanul teljesíteni akarja az Isten akaratát, tökéletes pap akar lenni. Ezt a lelkesedését áldotta meg Isten azokban a nehéz helyzetekben is, amelyekre talán még egyik másik jelenlévő emlékezik, az 50 évvel ezelőtti mucsonyi vagy sajószentpéteri állapotokat végig gondolva. És Isten lehetővé tette, hogy egy ifjú pap lelkesedésével áttörje a gátakat és falakat, és Isten üzenetét, Isten igéjét hirdesse meg az igére szomjazóknak, és csillapítsa szomjúságukat azoknak, akik az Úr Jézus Krisztus testére és vérére szomjaznak. Filkeházán valahogy a hajléktalan szent családnak szálláskeresését élhette át az ifjú pap és kedves felesége. És Isten megáldotta azt a türelmet is, amelyet a most elhangzott antifonában, a Zsoltár versben is emlegettünk. Emlékezzél meg, Uram, Dávidról és minden tűréséről. Mert a keresztény közösségben különösen is a türelemnek van gyümölcse, és Isten áldása éppen erre a türelmes várakozásra vonatkozik. Aztán következtek a dolgos, építkező évek Encsen, és a környékén nem csak egy templom felépítése, hanem közösségek, újabb és újabb szervező lelkészségek építése, ahol egyszerre épült fizikai kövekből az Úr földi temploma, és a lelkek köveiből Jézus Krisztus titokzatos testének temploma. Igen,
A pálházi templomépítés után nem nyugodhatott Babérjain a Jóisten szolgája, a dolgos építőpap, hanem még szebb, még nagyobb templomot épített Encsen, ahol a Cserehátból leköltöző hívek az Úr hajlékába akartak eljutni, és otthonra vágytak. Milyen szép volt az ezüstmisés jelmondat, az a jubileumi szó, amely most is az egész egyháznak himnusza. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökké való. Istennek ezt az örök szeretetét tapasztalhatta meg a dolgos, építkező pap, lelkipásztor, aki emberekkel kapcsolatban mindig az ember szerető Isten gondoskodását élvezhette és adhatta tovább. És a papi élet együtt járt, mindazokkal a nehézségekkel is, ami ebben az életben előfordul. Szeretlek téged, Uram, én erősségem, mondjuk a Zsoltárt, és utána bizony következik, hogy körülvettek engem a halál kötelékei, a halál hurkai. Igen, az emberi élet hol fönt, hol lent, de mindig a gondviselő Isten kezében van. Ennek a fél évszázadnak a jubileumához érkeztünk el ma, amikor a Mózesnek adott parancs szerint 7x7 évet, vagyis 7 évhetet számolunk végig, és utána az örvendetes évet, a jubileum esztendejét hirdetjük és tartjuk meg. Isten áldása legyen ezen a mai jubileumon, amely Esperes úrnak itteni elmúlt évtizedi szolgálatát is koronázza, és amely lehetővé teszi, hogy az a számos hívő, aki 6-7 korábbi állomáshelyről is ide érkezett, együtt ünnepelhessen az Úr színe előtt. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó hangzott az ezüst jubileum felhívása, most pedig az újabb jelmondat személyesebb lett, hálát adok neked, Uram, teljes szívemből. Ezt a hálaadást vesszük át József atya szívétől, és ezzel a közös hálaadással teszünk vallomást mindannyian az Úr gondoskodó szeretetéről, aki soha nem hagyja magára övéit, aki mindig kiutat mutat, és az örök élet felé rendezi az zarándok lépteit. Evangéliumunkban Máriának és Mártának esetét hallottuk, és ma bátran vonatkoztathatjuk ezt József atyának a szorgos munkájára és elmélyülni vágyására. Úgy gondolom, fél évszázad szorgos munkája tele volt Márta lelkesedésével és szorgalmával. És nem véletlen, hogy az Úr arra figyelmeztet bennünket a mai napon, hogy soha szem elől ne tévesszük, hogy egy a szükséges. Igen, a léleknek Istennel való kapcsolata, ez a legszükségesebb, a legfontosabb. És most 50 év elmúltával, itt ennél az oltárnál ez csúcsosodik, amikor Esperes atya a Szent Liturgiát mutatja be. Hálát adunk neked, Urunk, erők, Ura, mondja néhány perc múlva azt a hálaadást, amelyben az Úr oltára előtt kér kegyelmet mindnyájunk bűneiért és a nép vétségeiért, és felsorolja mindazokat a jó téteményeket, amelyekről tudunk, vagy akár nem tudunk, amelyekkel a gondviselő Isten elhalmozott minket. Vésődjék ezek emléke a szívünk legmélyébe, és
adjunk hálát az Úrnak életünk minden napján azért, mert irgalmas szeretete örökké való, azért, mert ezt az irgalmas szeretetét oly szépen kimutatta Esperes atyának a papi életében, a családi életében és a rábízottak életében is, az atyának és fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Mondjuk minnyájan teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Mindenható Úrunk, atyáinknak Istene, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj. Rajtunk Isten nagy irgalmasságot szerint kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj. Isten szerető Fülöp metropolitánkért, a tanász füspökünkért, lelki atyáinkért, és Krisztusban minden atyánk fiáért. Félelemmel és rettegéssel hálát adunk neked a te méltatlan szolgáid üdvözítő Úristenünk. Leborulunk előtted és dicsőítünk téged jó téteményeidért, melyekben az 50 esztendőn belül oly sokat segítettél, melyekben bőségesen részesítettél mindnyájunkat, családunkat, híveinket, közösségeinket, mindnyájan töredelmes szívvel kiáltjuk. Szabadíts meg minket a jövőben is minden bajtól, teljesítsd mindnyájunk jó kéréseit. Huzgon kérünk téged, irgalmas Urunk, hallgass meg minket és könyörülj. Esztendőben is kegyelmesen meghallgattad, Urunk, a te szolgád kéréseit, s kijelentetted irányunkba ember szereteted irgalmát. Úgy a jövőbe se vesd meg a te hívedet, saját dicsőségedre teljesítsd mindannyiunk jó hajtásait. Nézd el összes bűneinket, nyilvánítsd mindnyájunknak gazdag kegyelmedet. Kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj. Uram, fűszer és mint a kövér égő áldozat, legyen kedves ezen jubileumi hálaadásunk legjobb uralkodónk a te fenséged királyi széke előtt. Mind kegyelmes, árazd minden időben nagy irgalmadat és könyörületességedet reánk. Ments meg minket s egy házadat a látható és láthatatlan ellenségek minden gonosz ármányától. Ajándékozza te népednek jó egészségben töltött hosszú bűnnélküli életet, minden erényben sikeres előmenetelt,
kérünk téged, legkegyelmesebb király, hallgass meg minket és könyörülj! Az itt jelenlevő tőled nagy és bő kegyelmeket váró népért, ami jó tevőinkért, és minden igaz hitű keresztényért. Irgalmas és ember szerető Isten vagy, s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Isten szerető Fülöp metropolitánkról, Atanász püspökünkről és az egész egyházi rendről. Ez szent hajléknak boldog és örök emlékű alapítóiról és jótevőiről. S mindnyájatokról igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, most és mindörökké. Amen.
mindenkor és örökkön, örökké. Amen. Békesség mindnyájatoknak. Malasztja, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közöltetése legyen mindnyájatokkal. Emeljük föl szívünket. Hálát az Úrnak. Méltó,
reményeket énekelvén kiáltván, hangoztatván és mondván. Egyétek, ez az én testem, mely érettetek megtöretik a bűnök bocsánatára. Igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem az új szövetségé, mely érettetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Tiédet a tiédből néked ajánljuk föl, mindnyájunkért is mindenekért. Amen.
Dicsőn legyen a mi nagy Istenünk, üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme, mindnyájatokkal. Könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hogy a mi kegyelmes Istenünk kedves lelki, illadjanám elfogadván azok a szent mennyei és szellemi oltárára, küldje le nekünk Isteni malosztját és a szent lélek ajándékát. Könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól, veszélytől és szükségtől. Könyörögjünk az Úrhoz. Isten a te kegyelmeddel. Uram, írjálom! Hogy ez egész napot tökéletesen szentő békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. Amen, Uram! A békesség angyalát, a hűséges vezetőt lelkünk és testünk őrzőjét, kérjük az Úrtól. Hasznosokat lelkünknek és a világnak békességet kérünk az Úrtól. Halleluja! Életünknek hátulövő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Halleluja! Életünket keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül békességben végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélő szék előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. És a szent lélek közültetését kérvén önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. És méltass minket, Urunk, hogy bizalommal létérés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Isten, Atyának nevezni és mondani. Szentség a szenteknek.
bűneinknek, s a mi üdvözítünk, Jézus Krisztusnak, drága, legszentebb, legtisztább testvérünk, Istennek szolgálja ennél, áldozókat, Oh.
imád a legszentebb, legtisztább vélében Istennek szolgálni. A más áldozókat részesített, az Istennek üdvözítő. Jézus Krisztusnak drága legszentebb, legtisztább vélében Istennek szolgálja, Géza áldozókba részesítetik az Úr Istennek, ami üdvözlőt engedjük. Drága legszentelőnek tisztább bűnőben, bűnei bocsánatára. Szeretettel jelezzük a testvéreknek, hogy itt bent lesz áldoztatás és kin a templom ajtóba. Gábor atya ott fog áldoztatni, én pedig itt. Félelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek. Yeah.
Krisztuson, drága nevenső testvérség. Isten szolgálója részesített Isten, a te kegyelmeddel. Zambori imádkozzunk.
tökéletes, szent, békességes és rétek nélküli eltöltését kérnén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Megszentelésünk és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Békével távozzunk, gyönyörögjünk az Úrhoz. Megáldod a téged áldókat, és megszenteled a benned bízókat. Üdvözítsd népedet, és áld meg örökségedet, egyházad teljességét őrizd meg. Szenteld meg azokat, kik házad ékességét szeretik, te viszont dicsőítsd meg őket isteni erőddel, és ne hagyj el minket, kik benned bízunk. Ajándékozz békességet a te világodnak, egyházaidnak, papjaidnak, hazánknak és minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék fölülről van, leszállván tőled a világosság atyától. És téged dicsőítünk, imádunk, s neked hálát adunk, Atya, Fiú, Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön. Örökké. Amen. Hallom teljen az Úr nevet, mostantól mindenre. Hallom teljen az Úr nevet, mostantól mindenre. Könyörögjünk az Úrhoz! Isten, mi Istenünk, ki a galileai Kánában megjelentél, s az ottani menyegzőt megáldottad, áld meg e szolgáidat is, kik gondviselésed által a házassági frígyben egybeköttettek, most pedig mindazokért a javakért, melyeket házasságukban tőled nyertek, neked hálát adnak. Áld meg minden lépésüket, adj nekik javakban bővelkedő hosszú életet, fogadd koszorúikat országodba, s őrizd meg azokat szennytelenül, szeplőtelenül és sértetlenül, mindörökkön, örökké. Amen. Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj. Könyörögjünk még Isten szolgáért, József áldozó papért és Máriáért, kik ma Istennek hálát adnak mindam a javakért, melyeket az ő kegyelméből és jóságából házas életükben nyertek, s az ő egészségükért és üdvükért. Az itt jelenlévős tőled nagy és bő kegyelmet váró népért, ami atyánk fiaiért,
minden igaz hitű keresztényért, s az ő egészségükért és üdvükért. Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is, mindenkor és örökkön örökké. Könyörögjünk az Úrhoz. Úristenünk, ki a nemzetek közül előre eljegyezted Anya Szent Egyházadat, a tiszta szüzet, áld meg, s alázatosságban és egyetértésben őrizd meg ezt szolgáidat, amint megőrizted őket eljegyzésük idejétől a mai napig. Teljesítsd minden jó kérésüket, önsd ki rájuk, mint irgalmas és jóságos gazdag kegyelmedet és irgalmadat, és ajándékozz nekik hosszú életet, jó egészségben és minden erényben előhaladást. Mert jóságos és emberszerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Békesség mindnyájatoknak. Hajtsátok meg az Úrnak. Áldjon meg titeket az Atya és Fiú és Szent Lélek, a legszentebb, egylényegűs életadó háromság, egy istenség és királyság, és adjon nektek hosszú életet, előhaladást életkorban s a hitben. Halmozzon el titeket minden földi jóval, és méltasson benneteket az ígért javak elnyerésére. A Szent Isten szülő és minden szentek esedezései által. József és Mária szolgáidnak adjonunk békességet, egészséget és áldást számos boldog éven át. Ezt követően 14 ellentétes dolgot sorol fel, aminek mind-mind ideje van az ember életében. Ezek közül egyet ragadtam ki a mai napra. Ideje van az örömnek. Főtisztelendő Aranymisés József atya. A Szuhakállói Görögkatolikus Egyházközség képviselőtestülete, a Rózsafüzértársulat és a hívek nevében nagy tisztelettel köszöntelek ezen a háládó ünnepi szent misén.
szeptember 8, kisasszony napja. A nap rózsákat hány, tartották a régiek. Könnyű a napnak, mert nem kell szólnia ahhoz, hogy a pirkada pirjával reményt öntsön a szívünkbe. Sem a virág szirmán a harmadcsepnek, hogy parányi égkőként beragyogja a lelkünket. Létük csodája, az Isten képére teremtett ember csodájának felismeréséhez segít. 50 év papi szolgálat minden pillanatában elmondhattad és elmondhatod magadról. Az Isten küld, testvéreim, ti néktek, hogy sugarai eleven tüzét, amik arcáról a szívembe égtek, sugározzam csendesen szerteszét. A testvéreknek, kik az éjben járnak, az Isten küldött Szent János bogárnak. Az evangélium örök igazságának hirdetésével csak apró tüzeket gyújtok az éjben, csak átmelegítem kicsit a lelkeket. Csak apró tüzeket gyújtok az éjben, hogy ne tévedjenek el a csillagok, hogy segítsenek nektek. A szuhakállóban töltött utóbbi 10 esztendő mindennapján ezt a segítséget éreztük. Élettapasztalatoddal, bölcsességeddel irányt mutatsz az egyénnek és a közösségnek. Köszönjük a szolgálatot, amely utunk során a bölcsőtől a sírig elkísér. Gondoskodó, aktív tevékenységeddel a jövőt építed. Az egyre fogyó közösség megmaradását segíted. Tőled tanultuk, hogy áldott az édesapák és édesanyák családért végzett munkája, és hogy senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Szeptember 8, kisasszony napja. A népi megfigyelés szerint a fecskeindító. A fecskék készülődnek, de még nem indulnak. A gólyák már útra keltek. Ott repülnek, a tenger felett, szédítő magasságban. Talán éppen most szólal meg egy gólyafióka. Anyácskám, elfáradtam. Terítsd ki szárnyadat, válaszol az anyja. És az egész gólyaraj kifeszített szárnyal lebeg a tenger felett. Kérjük az égi édesanyát, ahogy eddig is, ezután is terjessze ki védőkarját, feszítse ki égi palástját József atyára és kedves családjára. A köszöntőben az idézetek Bilbao Apál, Sik Sándor és Gártonyi Géza írásaiból hangzottak el. Kedves Ancika, tisztelendő asszony, aranylakodalom, a lelkem táncot jár, az arany színe ragyogja be ezt a napot. Ez a nap koronázza meg az elmúlt 50 esztendő családodért hozott áldozatos munkádat, a papi hivatás gyakorlásához szükséges, biztos, szerény háttér megteremtésének fáradozásait. Ne feledjétek, nem vagytok egyedül. Isten hangja felcsendül. Itt vagyok én, a próbák és a békesség idején.
Ezért hát nem kívánunk nektek egyebet, csak hitet, reményt és szeretetet, és hogy itt a Földön boldogságban éljetek. Isten értessen sokáig benneteket. Köszönjük. Főtisztelendő Esperes úr, kedves püspök úr, tisztelt egybegyűltek! Ünnepelni, köszönteni és köszönetet mondani jöttünk ma össze a szóakálói görög katolikus templomba, az Istenházába. Ünnepelni, hiszen olyan kerekjubilom ad erre alkalmat, mely emberi léptékkel mérve mindenképpen meghatározó. 5 évtizednyi papi hivatás szolgálat az oka annak, hogy ma Márai Sándor gondolatai szerint ünnepelünk, egészen elfelejtve mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. S méltóvá tesszük ezt a napot azzal, hogy gondoskodunk róla, hogy mindenek fölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a 7. napból, a megszakításból, legyen benne áhítat és föltétlenség. 50 év az Isten az emberek a közösség szolgálatában. De 50 éves családi esemény évfordulóira is ünnepli Esperes úr és családja, melynek, ha megengedik, ma mi is részeseivé válunk. Hiszen 1970. július 18-án fogadott egymásnak örökhűséget, kitartást, egymás mellett jóban, rosszban, örömben, bánatban, egészségben, betegségben két fiatal ember, Szarka József és Zubko Mária Anna. Így hát számunkra ez a mai nap olyan ünnep, mely felér a naptárban piros betűkkel jegyzett alkalmakkal. Köszönteni is jöttünk ma ide, köszöntjük Szarka József Esperes urat ezen a kerek jubileumon, köszönjük papként, lelkiatyaként, és tudom sokak nevében, így a magam nevében is barátként. És persze köszöntjük férként, apaként, családfőként. A köszöntésnek, ezen ünnepi alkalomnak meghatározó személyisége ma tisztelendő asszony is, aki az évtizedek alatt társa volt Esperes úrnak, nem csak hitvesként, nem csak családban betöltött szerepével, hanem papfeleségként is, csendesen, a háttérben segítő kezekkel munkálkodva azon, hogy férje minél akadálytalanabbul végezhesse Isten munkáját. És végül, de nem utolsó sorban, sőt, talán épp ez az érzés az, ami ma leginkább kitölt érzéseinket, köszönetet mondani érkeztünk meg ide. Hálás szívvel köszönetet mondani, mindenek előtt Istennek, ezért az 50 évért, ezért a két emberért. Megköszönni, hogy a papi pályára szólította több mint fél évszázada Szarka Józsefet, megköszönni, hogy azon valamennyünk épülésére megtartotta, és hogy szerető társat rendelt mellé. Megköszönjük ma Esperes úr munkáját, azt a községünkben eltöltött 10 évet, melyel településünk meghatározó személyiségévé vált, nem csak hitéletében,
hanem a közösség formálásában is. Fiatalos lendülete, tenni akarása, állíthatom, például szolgálhat a fiatalabb generációnak is. És köszönetet szeretnék mondani személy szerint én is. A magam, a családom nevében és a község vezetőjeként. Köszönöm, hogy barátra, segítőre leltem benned, akinek tanácsai, jó indulata, szemléletmódja, együttműködőkészsége számos nehéz probléma megoldásában irányt mutatott, ezzel is szolgálva szuhakáló érdekeit. Amikor a mai köszöntésre készültem, az első gondolat, mely bevillant, egy bibliai idézet volt. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint. Igen. Azt hiszem, ettől jobban nem foglalható össze ez az elmúlt 50 év. Kívánom, hogy még hosszú-hosszú ideig adja meg neked az Úristen annak a lehetőségét, hogy felkent papjaként szolgált híveid, családod körében, s számos további kerekjubilma alkalmából tudjunk együtt ünnepelni, köszönteni és köszönetet mondani. Ahová állítasz, ott szolgállak, ahol megsejtelek, megcsodállak. Amim van, azért magasztallak, amim nincs, azért nem zaklatlak. Kedves édesanyánk, kedves édesapánk! Hónapok óta ez a néhány soros kis imádság, mely egy ismeretlen, üldözött kárpátaljai papcsalád családi imájaként maradt ránk, száll fel a Jóistenhez, minden este könyörgésül és hálaadásul a Sajó Petri parókián, hogy ezt a szép napot elérjük, hogy ezt a szép napot elérhettük. Engedjék meg nekem, hogy legidősebb gyermekként visszatekintsek szüleim 50 együtt eltöltött évére, hogy mindannyian, akik itt összegyűltünk, együtt kiálthassuk a zsoltáros szavaival. Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből. Elbeszélem minden csodádat. Úgy gondolom, sok-sok papgyerekkel együtt elmondhatom én is, hogy aprócska gyerekként úgy tekinthettem szüleimre, mint óriásokra. Apánk az emberek között Krisztust képviselte, s bátran kijelenthetem én is az íróval együtt. Ikont láttam ágyam fölött. A kristálytiszta hit fiatalos átadása a múcsonyi évek alatt csak fényképekről, és anyám sok-sok visszaemlékezéséből ismert számomra. A nagy egyházközség egy káplán számára mindig dolgos napokat jelent. 30-40 első áldozó, keresztelések, esküvők, temetések. Nem utolsó sorban Gulovics kancellár úr és családja szeretete, ahogyan családtagként fogadtak be bennünket. A Sajó-Szentpéteri Egyházközség megszervezéséről is sok történetet őriz a családi legendárium. A kiskápolna kialakításáról vannak homályos emlékeim, a sok munkáról. A templom padjainak készítésekor apám komoly sérülést kapott. A gyalugépen a deszka megcsúszott, s egyenesen apámba repült. Ma is látom az ütés nyomait feketén, üszkösen. Akkor féltettem őt először, komolyan. Emlékeim között szerepelnek irodalmi és zenés előadások,
Olivér atya gyermekeinek zenekarával és sok-sok verssel. Kislányként nagyon szerettem az egyre növekvő és bontakozó egyházközség első áldozásait. Ilyenkor én is mindig kis mennyasszony lehettem a többi gyerek között. Azok között, az első áldozók között, akik sokszor a gyárvidék szegényebb családjai közül kerültek ki, s nem kevés esetben az illendő szép ruha hiánya volt az akadálya, hogy első áldozók lehessenek. Ilyenkor mindig anyám szülei öltöztették díszbe őket, hogy illő módon találkozhassanak először Krisztussal. Tirkeháza és a hegy köz. A hegyi emberek szeretete, a táj szépsége gyermekkorunk leggyönyörűbb időszaka volt. A parókia felújítása, Pálházan a templom befejezése, Firkeházan a templom restaurálása úgy maradt meg bennünk, mint gyönyörű emlék, egy kedves gyermekkori játék. Drága szüleim, azt csak ti tudjátok, mennyire nem gyermeki játék volt. A kommunizmus idején templomépítést befejezni úgy, hogy az ötlet eladható legyen az elvtársak számára is. Pénzt előteremteni, engedélyeket beszerezni nem egészen olyan volt, mint ma, amikor pályázati lehetőségek vesznek bennünket körül. A pálházi templom adott otthont oly sok csodás ünnepi műsornak, egyházközségi hittanórának, ahová örömmel mehettünk. És a hittanóráknak nem volt kötelező iskolai hangulata. A hittanórák folytatása nyaranta a Rakacai tónál szintén sok akkori gyerek emlékei közt szerepel szép emlékként. Firkeházán a természet szépségébe együtt szívtuk be a templom, az imádság szeretetét. A restaurálás alatt hónapokig a parókián elszállásolt művészekkel együtt élve egy különös világ részesei voltunk. Humorral átitatott éjszakába nyúló munka, mély imádságos háttér, technikai tudás és a falra felkerülő szentek életéről szóló történetek mind elvarázsoltak bennünket. Nagyon büszke vagyok rá, hogy apám idején került kis hazánkban elsőként magyar Mózes atyánk freskója a falra, aki sok magyar fiatal előtt állhat közben járóként a tisztaság védelmében. Öcsém második osztályos. Én hetedikes voltam, amikor Encsre kerültünk. A Dénes atya által megkezdett közösségépítés folytatódott, bár a 80-as évek elején a hit továbbadása nem kis feladat volt. A templomépítés feladata óriási, nyomasztó teherként nehezedett az egész családra. A kommunizmus végén, amit egy kamasz gyerek láthatott, az is kemény volt. Maguk az engedélyeztetési folyamatok is sok-sok akadályba ütköztek, és bár a hívek lelkesedése az Isten ügye mellett töretlen volt, és mindenben odaálltak a papjuk mellé segítő két karjukkal, az idő telt, és mi már öcsémmel lassan a felnőtté válás útját jártuk. Közben családunk életében nagy öröm köszöntött ránk. Kis testvért adott nekünk a Jóisten, ami édesanyám szívét igencsak megörvendeztette. Apámat azonban egyre többet láttam gondterhelten. Láttam, hogy csak magával tárgyalhatja meg, amit Istennek vagy embernek kellett, hogy elmondjon, azt én már nem tudhatom. Lassan felnőttünk, s egyre többször fogalmazódott meg bennem a Szentírás szava. Ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad kiépíti azt. Ma, akik itt jelen vagyunk, ezen a szép ünnepen, mindannyian tudjuk, hogy nem volt hasztalan a fáradozás, hiszen nem csak Encsen épült fel a templom, de később egy új szolgálati helyen, Berzéken is megszépült, megújult az Úr hajléka. És most itt, Szuhakálóban, az itteni hívekkel együtt ünneplünk.
Köszönetet mondok elsősorban a gondviselő Jóistennek, és a kedves híveknek is, hogy szüleimmel együtt itt is épül Isten országa pappal és híveivel karöltve. Köszönöm az ittenieknek azt a sok munkát, támogatást, segítőkezet, amellyel már öregedő szüleinket mindenben támogatták. Többek között abban is, hogy ez a szép nap ma létrejöhetett. Mert a csodálatos Isten csodálatos csodákat ad mindnyájunknak, ha nyitott a szívünk, hogy észrevegyük azokat. A sok közül egy példa. 3 évvel ezelőtt ünnepeltük Sajó Pál falán az Isten szülő könnyezésének 300. évfordulóját. A centenárium nyitánya előtt, január 6-án, Atanász püspök atya Sajó Petriben szentelte meg a Sajót, verőfényes napsütésben, mintegy mínusz 17 fokos hidegben, melyhez óriási szél társult. A helyi hívek, magyar és cigány testvéreink a cudar időjárás ellenére csodálatos ünneptanúi lehettek. Az ünneplés másnapján Pálfalán folytatódott az ünnep. Családommal nagyon vártam ezt a centenáriumi ünnepet, bár bevallom, az előtte való nap nagyon elfárasztott. Felemelő élmény volt a magyar görög katolikusság püspökeivel és papjaival együtt ünnepelni. A szertartás elején a liturgikus szövegek szerint a diákonus így szól. Ideje, hogy szolgáljunk az Úrnak! A metropolita ilyenkor a nép között álló papság közül a jelenlévő legidősebb papot küldi be először a szentélybe szolgálattételre. A felismerés elemi erővel hatott rám. Apám indult elsőnek, legidősebbként, mert akkor ott volt az idő, hogy szolgáljon az Úrnak. Annyi minden után, oly sok nehéz év után megélhette, és indulhatott, hogy szolgáljon az Úrnak. Nem így terveztem a liturgiát, de hosszú, végtelennek tűnő zokogás jött rám. Nemigen tudtam meghatódottságomnak parancsolni. Kezdett kellemetlenné is válni, hiszen a második padban ülvén mindenütt kamerák vettek körül. Így sírdogálva egyszer csak egy kéz érintette meg hátulról a vállamat. Azt hittem, egy mögöttem ülő ismerős lehetett az. Később anyukám mondta el, hogy akkor hívták oda, hogy üljön le a mögöttem lévő padba. Ő próbált így nekem köszönni. Később értettem csak meg. A földi édesanyám keze által az égi édesanya tette akkor a vállamra a kezét, mintha mondaná. Sírj csak, én megértelek. A csodák itt vannak köztünk, és nekünk, keresztények számára ma, liberális világunk forgatagában nincs más dolgunk, csak az, hogy észrevegyük őket. Kedves édesanyánk, édesapánk, köszönjük, hogy 50 éven át igyekeztetek arra nevelni a rátok bízottakat, hogy nyitottak legyenek a csodákra, merjenek Máriaval együtt sírni, s letegyék gondjaikat, problémáikat, betegségeiket, a mindeneket meggyógyító elé. Befejezésül engedjétek meg, hogy egy olyan verssel fejezzem be mondandómat, mely több mint 50 évvel ezelőtt született. A szeminárium egy kis szobájában leírva ma is pihen egy akkori szép reményekkel induló kispap által bekötött verses kötetben, melynek ez volt a címe. Bilincset hordok. Látom a fedőlapját is, melyet az édesapám festett a könyv címoldalára. Imára összekulcsolt kéz, bilincsekben. A verses kötetben rengeteg saját kötésű istenes vers volt,
sok-sok szerelmes vers, melyek között szerepelt ilyen címmel is egy ancím. A verses kötet ma már nincs meg, elveszett. Talán egy magyar tanárpolcán pihen, nem tudjuk. Amit tudunk, hogy volt benne egy vers, melyet az én édesapám nagyon régen írt, az édesanyjához szólt. Ez a vers most nektek szól, köszönetül, hogy példát adtatok kitartásból, hűségből, hogy láthattunk benneteket küzdeni, hogy amikor apámnak szükség volt, volt rá szüksége, anyám állt helyt a másik mellett, s fordítva, amikor a másik fél keze gyengül, akkor van egy erősebb, aki segíti azt. Köszönet mindenért. Édes, de messze vagy. Hiába szólongatlak, a hang elvész. A messzeség süket. Nem hallhatsz. Mint űzött vad, megtörtén menekül fiad. Magányos, álmatlan éjszakán kezemben tartom eldobott kezed. Mi régen meghalt bennem, most újra éled a szeretet. Te szólsz a csöndben megértőn, hisz neked szíved van, míg másnak helye csak. Vagy az sem, ki mondja meg? Köröttem minden néma hallgatag, mint halott szírtek mélyén a néma odvak. Kőszírt kőszívét a fagy megrepesztheti. De szeretet soha. Te milyen más vagy, anyám. Szeretsz, és nem tudsz nem szeretni. Megértesz mindent, mit más egyszerűen nem ért. Egy tudományod van. Megbocsájtani, és újra szeretni. A megbocsájtás frázis minden más ajakon. Csak te tudsz úgy feledni, hogy a tüskék helyén is virág fakadjon. Szerettek mások is, hogy viszont szeressek. Adtak dolgokat, hogy lekötelezzenek. Mindig vártak valamit. De te adtad magad, s engedted, hogy kitépjen belőled legszebbik énedet, fiatalságodat, életedet, mely életem lett. Tudtad, fájdalom, kín és szenvedés lesz számodra, fiad, míg más eldobott volna, mint átkozott terhet. Te odaadtad magad. Adod most, és mindig. Bocsáss meg, nem tudlak érteni. Te mosolyogsz a távolban is, pedig homlokodra keskeny baráznát rajzolt a könyörtelen idő. Kezeid fáradtak. Megviselt az élet. De sohasem mondtad még, fiam, ezt te tetted idő előtt velem. Mások, bíztam bennük, nem vártam volna, csalódtam, s így jön minden sorra. Mondd, anyám, te nem csalódsz sohasem. Mosolyogva hallgatsz, és én gondolkodom. Nem, nem. Mert te tudsz igazán szeretni. Most már tudom, mit eddig csak hittem. Ez az, mi nem csal meg sohasem.
Szia, kedves püspök atya, kedves feleségem, gyermekeim, szeretett családom, oltártestvéreim, barátaim, ugaim, nővéreim, kik most jelen vagytok. Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, s elbeszélem neked a te csodáidat. Mert csodálatos az élet, csoda, hogy ez az élet, halhatatlan Isten arca, megragyoghat arcomon, rajtam keresztül tovább víve gyermekeim, unokáim, testvéreim, barátaim arcán. Köszönöm a Teremtő Úristennek, hogy megajándékozott ezzel az élettel. Szerető, imádságos, nagyszülőkkel, szülőkkel, akik létem előtt Kanadába élő nagyapám azért imádkozott, hogy egy unokája pap legyen. És amikor édesapám megkérdezte tőle, hogyan szeretné hívni az ő unokáját, írja meg neki levélbe, ennyit írt. Salamon az ő neve, a templomépítő. Így lettem József Salamon. Az isteni kegyelem főpásztorim gondoskodásából bizonyos mértékig templomépítő, olykor acélból, betonból, máskor pedig len szeretetből, emberi szívekből a Szentlélek templomát építve. Köszönöm püspök atyának kedves szavakat, barátaimnak, egyházközség képviselőtestületének, polgármester úrnak, lányomnak kedves gondolatait. Nem szaporítva a szót, számomra egyetlen üzenet lehet a továbbiakban, a hála. Feleségemmel együtt Adi Hála Zsoltárát imádkozom el ezen a szép napon, születésnapomon, 50 éves házassági papi jubileumon. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van, szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Köszönöm, hogy ott lehettem, hol dőltek és épültek az oltárok. Köszönöm az értem vetett ágyat, tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek sem másnak, csupán néked, mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van, szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem, tegnap minden bevallott, te voltál, mindig mindenben minden,
boldog szimatolásaimban és éres, szomorú nézéseimben. Köszönöm, hogy te voltál bú, csók és örömöm. Köszönöm, hogy te leszel a halál, Istenem. Köszönöm szépen mindannyiótoknak, s ezt hirdetően, s ezt követően mindenkit, akit jelen van ezen a szép ünnepen, mindenkit a parókia területére, egy állófogadásra, egy vendégségre, a testvéri szeretet ápolására, barátság felevenítésére, mindenkit kivétel nélkül szeretettel várunk le, a parókia udvarán lesz megterítve. Köszönöm nektek! Köszönöm, Béla! Magasztaljék nekem az Isten anyját, a dicsőséges születését! Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked! Dicsőség az Atyának és Jónak és Szentléleknek, most és mindenkor és Ből föltámadt Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának, kinek születése emlékét fényesen ünnepeljük. Aranyszájú Szent János atyánknak és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Testvérek, a vírus miatt külön-külön nem tudok megáldani senkit. Ez az áldás lesz, az aranymisés áldás mindenki felé. Így tudjuk egymást védeni, őrizni a holnapnak is. Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével, ember szeretetével, most és mindörökké. Atanász püspök atyának békességet, egészséget és áldást számos boldog időn áld. Szolgádnak és családjának, s vendégeinek adjurunk békességet, egészséget és áldást. Számos boldog éven át!